Szeretettel köszöntöm testvéreket, Isten hozta, azokat is, akik itt vannak, akiket egybe gyűltünk, és azok is, akik az internet előtt tudnak becsatlakozni hozzánk. Isten tiszteltünkre készülve énekeljük száj-száj magasra a református könyvünkből a 188. éneket. Isten igéjét a Máté evangéliumából, Máté evangéliumából 24. részből, 23tól 31. részt olvasom. Fogadjuk elő az Isten igényét. Akkor ha valaki ezt mondja nektek, ime itt a Krisztus, vagy amott, ne higgyétek. Mert hamis Krisztusok, hamis proféták állnak majd elő jeleket és csodákat tesznek, hogy megtéveszék ha lehet, a választottakat is. Íme előre megmondtam nektek. Ha tehát azt mondják nektek, íme a pusztában van, ne menjetek ki. Íme a belső szobánkban, ne higgyétek. Mert ahogyan a villámlás keletről támad, és ellátszik nyugatig, úgy lesz az ember fiának az eljövetele is, ahol a tetem, oda gyűlnek a saskesejük. Közvetlenül a ma napok nyomorúsága után pedig, a nap elsötétedik, a hold nem fénylik, a csillagok lehullanak az égről, az, és az egek tartó erői megrendülnek, és akkor feltűnik az emberfiának jel az égen, akkor jajgat a föld minden népe, és meglátják az emberfiát eljönni az ég felhőjén nagy hatalommal és dicsőséggel. És elküldi angyalait nagy harson a szóval és összegyűjtik az ő választottait a négy égtáj felől, az ég egyik sarkától a másik sarkáig. Eddig Istenünk írott igéje. Hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Istenem, édes atyám, légy áldva és magasztalva, azért tudom, mert te a fiút elküldted, és ő itt volt, itt járt. Légy áldva, azért, mert te a te igédben ezt leírtad, a te igéd igazság, és a te igéd az sosem változik. Uram, te neked volt rá hatalmad ide küldeni, és amikor itt járt, volt rá hatalma is volt neki is hatalma megtartani, Uram, mindazt, amit rábíztál. Istenem, annyi sok minden jön ránk, annyi sok minden próbálja figyelmünket elvonni a te fiadról, az Úr Jézusból, különösen most, ezekben az utolsó időkben, annyi hamis ritványok jelennek meg. Uram, kérlek, könyörül rajtunk, ad, hogy halljunk, hadd értsünk, hadd tudjunk a te dicsőségedre lenni. Így áld meg, Uram, a ránk következő igaz szolgálatot is. Nyitogasd a fülünket, nyitogasd a szívünket, és készíts fel bennünket, Uram, az előttünk álló nehézségekre, és arra is, Uram, hogy majd kellő időben találkozzunk és lássuk egymást. Amen. Foglaljuk el helyünket. Énekléssel folytassuk. Nem arany, nem és nem ezüst, nem kincs az auhajom hit hangjai 551 énekünk. testvérek, a második félidőt. Folytassuk a, az ígéret szerint, hogy nézzük a különbséget a megváltottak és a megváltozottak között. Hallgassuk így a mi urunk igéjét. A Lukács írása szerinti evangélium 17. fejezetéből a 11-től 19 terjedő verseket olvasom. <kül> egy nagyobb csapat, ami ijesztő módon fog megoszlani. Lukács 17. Amikor udban volt Jézus Jeruzsálem felé, Samária és Galilea között haladt át. Amit beért egy faluba, szembe jött vele tíz leprás férfi, akik távol megálltak és kiáltozva kérték. Jézus, Mester, könyörülj rajtunk. Amikor meglátta őket, így szólt hozzájuk. Menjetek el, mutassátok meg magatokat a papoknak, és amíg odaértek, addig megtisztultak. Egyikük pedig, amikor látta, hogy meggyógyult, visszatért és fennhangon dicsőítette Istent. Arcra borult Jézus lábánál, és hálát adott neki. Ez pedig Samáriai volt. Jézus ekkor így szólt. Vajon nem tizen tisztultak-e meg? Hol van a többi kilenc? Nem akadt a más, aki visszatért volna, hogy dicsőítse Istent, csak ez az idegen. És ezt mondta az Úr. Kelj fel, menj el, hited megtartott téged. Eddig Istenünk írott igéje, foglaljuk el helyünket. sokat jelentestvérek, az a pont az életünkben, hogy megtörtént -e vagy sem, amiről így mondja a Szentírás, hogy a tíz és az egy szétválása. Mi az, ami ezt a tíz embert, ezt a tíz férfiút összekötötte, és mi volt az, ami ezt a tízes csapatot 9-1 arányra megosztotta. Jó az, ha együtt vagyunk, de nem mindig. Jó az, ha megoszlunk ebbe az arányba, és jó oldalra fog távozni, vagy jó oldalra besorolódni az én életem. Ez lesz az, amiről uh, már előre jelezve, bekonferálva szóltam, hogy uh, Különbség van testvérek a megváltozott és a megaváltott életek között. Mivel tükör által homályosan látunk itt ebbe a földi életbe, ezt mondja az ige, ezért folyamatosan szükséges a látásunkat is tisztítani, az életünket is vizsgálni, hogy ebbe a homályba jól tájékozódjunk, és ezért tárja ezeket elénk a Szentírás, hogy jól tájékozódj, és újra és újra nem baj az, ha felméred. Uram, ugye jó irányba haladok, ahogy énekeltük. Nekem egy a fontos, hogy a nevem ott legyen, és ezek a vajon kérdések előjönnek, vajon ott lesz a nevem? Akkor az úr megnyugtat, légy békén. Vagy ha nem nyugtat meg a lélek, akkor uram, időbe szeretném ezt rendezni, mert ha majd a névsorolvasásnál az enyém nincs ott, akkor nagy a baj. Mind a kettő, azt mondja az Ige, szabad, egy változáson átment és szabad lett a szabadságnak egy szintjére eljutott a megváltozott élet is, a kilencnek is változás történt az életébe, meg a tizediknek is történt az életébe egy változás. Különbség lesz a kettő között, igaz, hogy mind a kettő szabad. Öh. Az első, amiről az ige beszél, hogy Jézus Samária és Galilea között haladt át. Mint ha azt mondaná az ige, hogy minnyájunktól egyenlő távolságra van Jézus. Egyenlő távolságra van Jézus attól is, akinek egy jó vallásos élete van. Aki galileai és ismeri a törvényt. Ismeri az Isten kijelentését, mert Galileába azért a zsidóságot lakott. Samáriába, meg egy törvénytől jelentősen távolabbra eső nép lakott. Egy idegen, betelepített nép. Mintha az életünket így akarná az igébe, ezzel a megfogalmazással az Úr, hogy mondjuk, talán hívogatni magához, vagy szemléltetni, hogy attól, hogy te Galileába laksz és ismered az Isten törvényét, Attól még nem követed Jézust. Attól még ugyanúgy rajtad van a lepra. Ugyanúgy bűnös vagy és távol vagy tőle. És az, hogy te Samáriában laksz, és nem nevelkedtél hívő családba, nem tanították meg áhítatok, hittanok, tiszteletek alkalmával az igét, ettől még nem vagy esélytelen. Ettől még te is lehetsz az, aki kiállt, és Jézus a te kiáltásodra is meg, ö, megáll, a te kiáltásodat is meghallgatja. Egyenlő távolság. Azt mondja az ige, hogy innen indul az életünk. Mindnyájan, ha kivétel nélkül bűnben fogantattunk és születtünk, nem sok a különbség, testvérek, hogy hol neveltettünk. A bűn akár hívő családban neveltettem, akkor is jelen van, és a kereszt alá kell kerüljön. Akár hitetlen közegben neveltettem, talán egy szülő nevelt, vagy egy intézmény, egy szülő sem, akkor is a kereszt alá kell az életem kerüljön. Olyan sokszor teszünk egymás között különbséget, mintha Samária távolabb esne, mint Galilea. Azt mondja az Igenem. Gyertek Samáriaiak, gyertek Galileaiak, mindegy a háttér, az Úr hív magához. Ez az első, amiről az Ige beszél, ez az egyenlő távolság is azt mondja, hogy ebből az egyenlő távolságból a tíz férfi összeverődik, és e között a tíz férfi között látnunk kell elsőrenden a hasonlóságot. E között a tíz férfi között nincs különbség. Mindegy, hogy samáriai volt, mindegy, hogy zsidó volt, különbség nincs a kettő között, mind a tíz, azt mondja az ige, ítélet alatt van. Aztán azt mondja az ige, hogy mind a tizet ugyanaz a dolog tartja össze. A bűn. Ami összetartja őket, az az Istentől való távolság. És ismerjük ezeket a kapcsolatokat. Amikor vannak borbarátok, amikor vannak üzleti összekötő érdekek, annyi minden valami ami össze tudja kötni az embert, és ezek haladnak együtt. Lehet, hogy egyszer majd megoszlanak, ez a csapat is megoszlott, de jelenleg valami összeköti, aki nem Jézus. És teljesen mindegy, hogy mi lesz az. Egy levetkőztető alkohol, vagy egy megtévesztő anyagi csillogás, a távolság ugyanaz. Ezeket a leprásokat valami összeköti, aki nem Jézus. Aztán elmondja az ige, nincs különbség a kiáltásba. Ez már egy kicsit megállító, hogy Mind a tíz kiált, mind a tíz Jézushoz kiált, akkor az, ha én kiáltok Jézushoz, az még engem nem tesz az örök életre méltóvá. Az még engem nem emelt ki a bűn mélyéből. Tudnánk az életünket különbnek minősíteni azokétól, akik nem jöttek és nem kiáltottak Galileából. Vagy nem jöttek, és nem kiáltottak Samáriából. Én kiáltottam. Az igaz azt mondja, egyformán kiált mind. Kiált mind a tíz, sőt, még azt mondja az ige, a gyógyulást is megkapja mind a tíz. Annyi mindenbe, testvérek, nincs különbség az emberek között, mi szelektálunk, és mi állítunk fel különböző csoportokat, vagy rakunk össze különböző csoportokat, hogy de azért ez is különbség, meg az is különbség. Már azt gondolnánk, és lehetne az ige szakaszon, ha nem mennénk tovább, lehetne azt gondolni az életünk folyamán is, hogy ez már így lesz végig. Elindult a gyülekezeti életünk, összejöttünk, hol tíz, hol húsz, hol még több, összejöttünk, és azt gondoljuk, ez végig így lesz. Annyi együtt vagyunk már. Lehetne azt gondolni, hogy végig így lesz, az ige azt mondja, nem. Van egy 9-1-es megoszlás, azt mondja az ige, egy visszatért, kilenc nem. A zige hirdetésnek, vagy a zige szakasznak a fő gondolata, hogy hol és mikor történik az elvállás? Mikor van az a pont, amiről az igeit beszél, és az saját életünkben hogy tudjuk megfogni, mikor van az a pont, amikor elválnak útjaink? Nem válik el a vallásos világútja. Nem válik el a hitetlen világútja. Sokáig nem válik el egy Isten tiszteletre járóknak az útja. Hol van az? Hát nem, ha már együtt gyógyultunk ha együtt kaptuk vissza az Úr Jézustól, Istentől az egészségünket, nem így marad ez végig? Hol van ez az elvállás? Hol van ez a pont? Azt mondja ez ige, az elvállás ott történik, amikor az egyik szívébe megszületik a hála, megfogan a hála, és a másik szívéből éppen ez marad el. Ennél ott van a hála, ennél a szívnél pedig nincs. És ez teljesen mássá teszi a két életet. És ezt a nagy különbséget lehet érzékelni, amit az ember, mivel egy rohanó világba és időbe élünk, nem fog meg, hogy akkor mi is a különbség. Én annyi hasonlóságot látok, és be is dobom sokszor a törölközőt, nem kell ezt ennyire boncolni, egyek vagyunk, egyformák vagyunk, együtt haladunk, de közben érzed, hogy nem. Valami probléma van. A, az IGA azt mondja, hogy ha a hála elmarad, akkor csak a test gyógyult, de a lélek nem. Mert ez a lélek gyógyulása. Ez mit jelent, testvérek? Hogy az én lelkem gyógyuljon meg, mert ha meggyógyult a lelkem, ez a hála, ez megszületik benne, a, az egynek. Azt mondja az IGA, a lelke is meggyógyult a kilencnek a teste meggyógyult, de van kilenc ítélet alatt maradt lélek. Akik, amikor ezt a testet levetik, akkor ugyanúgy kerülnek oda az ítéletre és a kárhozatba, mint azok, akik betegen élték végig-végig az életüket. Nem lesz különbség a gyűjtő táborba, hogy valaki egy egészséges testből költözött ki, vagy valaki egy beteg testből költözött ki, mennek egyenlően az ítéletre és utána kárhozatba. Kilenc ítélet alatt maradt lélek. Nem kellene, ha az ember tüköráltal homályos vizsgálatba benne van. Uram, nézem az életemet, és szeretnék teljesen a tied lenni. Nem kellene a lelkünkért kiáltani. Annyi testi gyógyulást kaptam már tőled. Annyit kiáltottam, hogy segíts, és segítettél, és könyörültél, de igazából a lelkemért nem kiáltottam. Hogy ennek adj szabadulást, mert mivel a lelkem nem szabad, ezért még az ítélet alatt vagyok, is, és bajba vagyok. Egy megállító példát hozott elém az óra, a közelmúltba, amúgy megállított és elgondolkodott, hogy mennyire jellemző ez a megváltozott, de nem megváltott ember életére. Azt mondja valaki, hogy haladtunk fölfelé egy dombon, és egyszer csak beértünk egy hatalmas autót, amíg olyan nehezen vonszolta magát előttünk, alig bírt menni, de semmit nem láttunk, akkora volt a rakodó tér, akkora, akkora, volt a, a, a butykája, és nem láttunk semmit tőle. Nem tudtuk megelőzni sem. És alkalmanként ez a, az autó megállt, kiszáll a sofőr, amikor már nagyon nem bírt menni, egy bottal megveri az autónak a rakterét, a ponyváját, megveri, aztán beül, gyorsan elindul, megy egy darabig, megint megáll, megint megvele a rakteret, megint megy egy darabig, és aztán amikor átértünk a dombra, akkor aztán megkérdeztem tőle, hogy ezt miért csinálja. És elmondja, hogy nagy testű madarakat szállít, és amikor az autóba a madarak fölröppennek, akkor az autó mintha üresen menne. Majd amikor lassan megy az autó, ezek a madarak megint leszállnak, és nem bírok menni. Muszáj, hogy felrepítsem őket. Nem így néz ki testérek a megváltozottak élete. Néha bűnöket úgy elküldöd magattól, néha bűnök felreppennek, és aztán újra ott vannak abban a raktérbe. Újra rátelepszenek, és újra jönnek a nehézségek, a domb megmaradt, és lassul az életed, és nem bírod venni az akadályokat, mert tulajdonképpen változó állapotban, de magadnál tartod a bűnöket hol visszaszorítva, hol előrevéve, de ott vannak, azok nem kerültek ki az életedből. Egy kicsit fölröppentek, egy kicsit könnyebb lett az életed, de nem vagy szabad a bűnöktől. Tőled nem szakadtak el, csak a platótól szakadtak el, de maradtak a raktérbe. A szomorú testvérek, így látjuk ennek a kilenc leprásnak az életét. A lelke a régi maradt, a lelke nem szabadult. Pedig a léleknek kellett volna szabadulnia, és az jó, persze, ha a test nem hordozza a terheket, ahol a lélek szabad, ott nem a lepra lesz jelen, hanem olyan teher, ami szükséges ahhoz, hogy te hazaérkezz, szükséges ahhoz, hogy te szolgálj. Az isteni élet el fog tűnni. Szomorú az, hogy beírjuk testvérek azzal, hogy néha megpofozzuk a ponyvát, Néha egy kicsit megkalapáljuk a lelkünket, néha egy-egy Isten tiszteleten úgy lepofozódunk, és akkor megyek egy darabig megint, és jöjjön egy következő alkalom, amikor pofoznak rajtam egyet, és akkor megint visszatolom a bűnöket. Megint valahova visszaszorítom őket, hogy bírjak haladni. Az Úr Jézus a teljes szabadulást hozta el. Amikor adventről beszélünk, akkor az Úr Jézus nem ilyen fél megoldást hozott. Nem egy botot adott az életedbe, hogy a bűneidet egy picit küld távolra, és aztán ismételd meg, és még haza nem érsz, addig így utaz velük együtt. Nem ezt akarja. Azt ez hogy egy szabaddá tenni. Amikor tudsz uralkodni fölöttük. Amikor azt tudod mondani, hogy távoz sátán, és ő elmegy. Kilenc ítélet alatt maradt lélek. Tehermentes méterekkel. Egy darabig megy, aztán újra majd jön a betegség, majd újra jön a nyomorúság, lehet, hogy más formában, nem úgy, mint eddig jött, csak tehermentes métereik vannak, de szabad életük nincs. Nem tehermentes métereket készített az Úr, teljesen szabad életet. Ami változás történt náluk, az tulajdonképpen az, hogy megváltoztak, de nem lettek megváltottak ha nem maradsz Isten népe között, és ez a kilenc nem maradt ott Jézus előtt, nem ment tovább azzal az egyel, ha nem maradsz ott Isten népe között, meg fogsz elégedni az állapotoddal. Nem lesz, aki ébreszen. Nem lesz, aki mutassa, hogy baj van nálad. Milyen szomorú, hogy ezek nem jöttek vissza Jézushoz, az a kilenc ember elment, és ő azt gondolták, hogy meggyógyult az életük. Azt gondolták, hogy rendbe jött az életük. Ha teljes rendezett életet szeretne valaki, akkor maradjon mindig az Úr jelenlétébe és El fogja mondani, hogy mit kell tégy, milyen irányba kell tovább menj, hogy az életed elkészített legyen, amikor ő majd visszajön. Felteszi az Úr Jézus a kérdést, hol van a kilenc? Tudjátok, annyi szeretet van ebbe a kérdésbe. Nem megveti, nem elveti őket. Azt kérdi, hol van a kilenc? A szeretet kérdése. Nem ő fordított hátat a kilencnek. Az Úr Jézus nem fordít neked hátat. Akkor sem, ha samáriai vagy. Akkor sem, ha egy vallásos galileai vagy. Jézus nem fordít hátat. Keresi az életedet, érdeklődik. Amikor érdeklődik, tőlünk. Valamikor együtt voltál, egyik, másik, harmadik emberrel, hol vannak ők? Tudsz róluk? Miért nem hoztad? Hívtad őket? Ők nem akartak jönni? Ha ma megkérdi, ettől az egytől, megkérdi tőlem, hol van a kilenc? Mit tudnál mondani a kilencre? Merre vannak? Káin azt mondta, avagy őrizője vagyok az én atyám fiának. Ez lenne a válaszunk. Egy kézmosás, mint Pilátusnál a szeretet kérdése. De jó lenne a szolgálatba hűséget tanúsítva válaszolni erre. Uram, szóltam, uram, hívtam. Uram, adj még egy kört. Milyen drága, amikor azt mondja az ige, a szolga ott esedezik, és azt mondja, még egy évet adj, hogy kapáljam, hogy gondozzam. Jézus így könyörög érettünk. Vagy amikor azt mondja Isten, védd ezt a népet, azt mondja Mózes, uram, ez a nép mégis a te néped. Megkérdik, hol van a kilenc? Tudj, tudsz így beszélni az úrnak a kilencről? Mert ha valóban nem csak megváltozott, hanem megváltott vagyok, megváltott nem gyönyörködik a bűnös halál lába. A megváltott nem hagyja azt a kilencet, hogy menjen, amerre lát. A szeretet kérdése. Mennyi jön át az Úr Jézusba lévő szeretet ből belénk? Hol van a kilenc? Azt mondja az Ige, kilenc szabad ember. Minnyáján meggyógyultak. Elmondhatja ez az egy, minnyáján megtisztultunk. Kilenc szabad élet és halál kereszteződésében. Ezek itt vannak. Ezek ott vannak, hogy nincsenek ott a lepra jelzése alatt, ami jelzi számukra, hogy rajtam van az Isten haragja, a lepra nincs, de nincs a szabadság se. A szív hálája sem buzdult fel, ott vannak egy kereszteződésbe. És hány ilyen ember van, aki ott hosszan a kereszteződésbe éli az életét, valamitől megszabadult, de nem teljesen. És ott van ebbe az elágazódásba, és mit csinál? Megváltozva távolodik Jézustól. Lehet testvérek is ez egy ijesztő állapot, amikor egy megváltozott élettel távolodok tőle. Lehet, hogy a világ engem pozitívan minősít, de Jézus nem. Jézus azt mondja, nem ott vagy, ahol én. Megváltozva távolodsz tőle. Különbség van, nem az vagy, mint aki voltál. De azt az igen minőség nincs. És ugye milyen baj, ha csak különbség van és minőség nincs. Mert a régi maradtál. A minőség pedig az lenne, hogy élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Nem, nincs rajtad a lepra, de Krisztus nincs benned. És mit mond az ige? Azt mondja, hogy az egészség nem fog megtartani. Azt mondja Jézus ennek az egynek, a hit fog megtartani. Hányan azt gondolják, hogy megtart az egészség? Hányan csak az egészségért küzdenek, mint ahogy ők kiáltottak együtt. És nem lehet bele sem kötni ebbe a kiáltásba, ha kell, azt mondják Uram, ha kell, azt mondják Dávid fia, ha kell, azt mondják Jézus. Mondanak ezek mindent. Meg is érkezik a testi gyógyulás. De nem fog az egészség megtartani. Az igaz, mondja, egy tért vissza. És ugye jó volt, hogy tudjátok, a visszaúton, ha én jó irányba haladok, és a jó irány ez a visszaút. Nem az a jó irány, ha átveszek javakat az úrtól. Az ez igaz, a jó irány ez a visszaút, és onnan tudom, hogy a visszaúton vagyok, hogy a visszaúton születik meg a szívbe a dicsőítés és a háladás. Nem úgy jön visszafele, hogy könyörű rajtam, egészségem van, de elvették a lakásomat, lakásom van, de nincs pénzem rezsire, rezsim van, rezsire is lenne pénzem, de nincsenek fűtőtesteim, nem úgy jön, hogy valami problémával jön ismételten. Azt mondja az ige, a visszaút a hálaadás útja. Jön, és hálát ad, és dicsőíti az urat, és azt mondja az ige, ez a hazatalálás. Amikor valaki így jön, annyi minden hiányozhat, fogalmunk nincs, hogy mennyi ideje volt távol, családjától, otthonától, szabadságától, hogy elmenjen a városba vásárolni, az ünnepre tartalékolni, annyi programja lehetne. Semmi programom nincs Jézus. A karácsonyi programom, az adventi programom Jézus. Jön, mert a visszaúton van egyedül az ember szíve, ezzel tele. Lehet Jézushoz jönni, a bajjal, a bűnnel, nem küld el, de jönni kell hozzá a háladással. Van, aki mindig csak az elsővel jön. A bajjal és a bűnnel. A második, a visszaút, az mindig elmarad. Mert ha mindig csak a problémával jövök, akkor én a visszaúton még nem voltam. Mindig csak a nyomorúsághoz, Jézushoz. A kérdés, mi kell ahhoz, hogy visszatérje? valaki azt mondaná, baj. nem, Az ugyanaz az út. A visszatéréshez a hála kell, testvérek. Aki Jézusnál csak problémákkal járt, az soha nem tért vissza. Az ige szerint a visszatéréshez a hála kell. Ha te szívedben a hála nem fogant meg, ha az Isten dicsőítése nem fogant meg, csak akkor fogalmazódik meg bennem, hogy vajon hol van Jézus, ha megjelenik egy probléma, akkor itt még visszaút nincs. És a Szentírás szerint a visszatérés egyenlő a továbbjutással. Az jut tovább, aki visszatért. Mert itt nem mondja majd Jézus ettől az állomástól, hogy menj el a hited, megtartott téged. A többi nem továbbjutó. Valami változás történt az életébe. De ha csak megváltozott és nem megváltott vagy, ha nincs továbbjutás, akkor még elég nagy a baj. Tehát aki mindig csak a problémával jön, az ugyanott tart testvérek. Ezek a megrekedtek. És vissza kell hallgatni az imádságainkat. Uram, én nem megreket vagyok. A problémával tele. Amikor dicsőítelek, nem csak az eszem mondja, de a szívem hálára és örömre nem indul. Uram, könyörülj ezen a szíven. Az ész sok mindent megtanul. Az ész betanulja a szabályokat. De amikor újra letörök, mint a bilifüle, mert megjelentek a problémák, de belől nincs ott a hála, Uram, könyörülj az én szívemen. Nem megreket szeretnék lenni. Amikor csak az ismételt szabadulással dicsekszünk, megszabadított. Kiállok egy bizonyságtételre, és mindig el, akkor van bizonyságtételem, ha ezeket a szabadításokat átélem. Megszabadított, megszabadított. Nálam semmi olyan szenzáció nem történt, hogy én kiállhatnék és bizonyságot tehetnék, mert megszabadított. Tehát dicsőítésről nem lehetnek kiállni és bizonyságot tenni. Hogy dicsőítem is magasztalom őt. Amikor csak az ismételt szabadulással dicsekszünk, akkor ez azt jelenti, hogy visszatértünk, vagy azt jelenti, hogy visszasüllyedtünk. Megint meg kellett szabadítani, mert visszasüllyedtem. Ugyanott voltam. A leprát lecseréltük valami másra. Más formában jelent meg az Isten ítélet az életemen. Vagy ott van a dicsőítés, hogy megtart a kegyelem a Nem buktam el. Jövök és elmondom az Úrnak, hogy Uram, a te erőd, amit átéltem, én eddig ebben a csapdában mindig lecsapott, és elestem. És nem, a te erőddel átemeltél. Azt mondtam a kísértőnek, távoz, mert ben van Jézus, és figyeltem magam is, hogy ben van, és elment. És nem tudott leteperni. És a dicsőítéssel jövök, hogy Uram, győztünk, mert ha kudarccal jössz, akkor visszacsúsztál, és nem visszatértél. A visszatérésről egészen másként beszél az Ige. Ott nincs visszasülyedés. A leprások és a szabadok kiáltása, Egészen más. Azt mondja az Úr Jézus, hogy kiált a leprás? Könyörű rajtam! Hogy kiállt a szabad? Dicsőítlek, uram! Nagyon más, ugye? Könyörű rajtam? A leprások kiáltása, uram, mi mindig leprás vagyok? Ugye a szabadok kiáltása? Hála, dicsőítlek, uram! Áldott légy! És azt mondja az Ige. A samáriai tért vissza. Egy, aki visszatért, így mondja Jézus, nem volt több, csak ez az egy idegen, ez a samáriai, aki visszajött. Miért kellett, vagy hová kellett elmenni a tíznek? Megmutatni magát a papnak. Ez az egy ő visszajött, és megmutatta magát a főpapnak, Jézus Krisztusnak ő bemutatja magát annak, aki az életét teljesen rendbe hozhatja. A földi papoknál bemutatod magad, és azt mondja, a földi pap jöhetsz a gyülekezetbe. Azt mondja, a földi pap jöhetsz az úrvacsorához. Jöhetsz a bemerítkezésre, nem látok túl, nem látom, mi van a szívedbe. Neked kell tudni, hogy a főpapnál jártál-e. A főpapnak bemutatta, de hogy belül mi van. Nem csak a külső keret, mert mi emberek nem látunk a külsőtől túl. Az Úr szívek és vesék vizsgálója. És az egy visszajön, és bemutatja a szívét. Ő megértette, hogy nem csak a földi papoknak kell megfelelni. A mennyei főpapnak. Jön Jézus elé. És mi történik Jézusnál? Volt első kibocsájtás. Amikor kibocsájtotta a tíz leprást, és itt azt látjuk, hogy csak a változás történik. És van második kibocsájtás, amikor azt mondja Jézus, mert először is elküldi, emellett úgy meg kellett állni, és álljunk meg, testvérek, hogy Jézus elküldi első körbe is, meg elküldi második körbe is. Azt mondja másodszor, megint menj el. Nem lehet örökké Jézussal, ó, de jó lenne, megy lenni, de jó lenne, már befejeznész az életet, de jó lenne, de jó lenne, nem. Majd jó lesz. Itt még van egy kis meló. És azt mondja Jézus, Menj el, de most már hittel. Az első elküldés még megy a, mész a leprával, és majd rendeződnek dolgok, és aztán mész hittel. Az első körbe még nincs megtartás ígérete. Amikor a szív tele van hálával, a szív tele van Isten dicsőítésével, akkor azt mondja Jézus, a te hited megtartott téged. Tehát nem az egészséget fog megtartani, a te hitet tartott meg, de ehhez kell ez a visszaút, testvérek. És milyen jó, amikor Jézus azt mondja, a hited megtartott, és megjelenik a megváltottaknak a mássága. Ez az egy más lesz, mint a kilenc. Miben lesz más? Hogy nem lesz idegen. Amikor azt mondja Jézus, hogy a te hited megtartott téged, akkor nem a Samáriai van elküldve, hanem az, akit Jézusért gyermekévé fogadott az Atya. Micsoda változás, testvérek! Mindenféle különbözőség megszűnik, ez van az Isten családjába. Akkor nem azt mondja Jézus, hogy menj el, Samáriai, nem azt mondja, hogy te az Isten gyermeke lettél. Meg lesz ez a szabadság, Mindenféle idegenség eltűnik. A Krisztus vére téged bevitt az Isten családjába. Nem leszel idegen. Értitek, mit győz le? A hála. Mikor valakinek Jézusért hálás a szíve, az nem idegen az Isten családjába. Az nem lesz idegen az Isten országába, annak beleszírva a neve. De addig egészségem van és egy idegen közérzetem. Nincs a szabadságom, nincs a bizonyosságom, én még nem tudom. Ez az ember, akinek van megtartó hite, ez az ember tudja. Azt mondja Jézus, menj hittel. Tudjátok, ez a Szenteknek a kiküldetése. Nagyon sok kap Jézustól feladatot és kiküldetést, megkapta mind a tíz, de a Szentek kiküldetése, menj hittel. Ezeknek a Szenteknek helyén van a szemük, csak Jézusra néznek, és a helyén van a szívük, nem a világba szerelmesek. Nem tudja őket a világ kínálata elvonni, mert visszemlékeznek a kegyelemre, visszemlékeznek az Úr szeretetére, ők szakítottak a világgal. Ezeknek helyén van a szívük és a szemük. Mire kapjuk testvérek az ígéretet vagy a felszólítást? Légy több, mint aki megváltozott. Ne csak megváltozott. Légy megváltott. Az igaz mondja, hogy adventnek a vége, az a második találkozás lesz. Aki eddig a második találkozásig megmarad a megváltozás állapotába, és nem lesz megváltott, nem fogja dicsőíteni az Urat, az majd fog még egyszer találkozni Jézussal akkor már késő lesz. Azt mondja az ige, hogy ne advent végén legyen a második találkozásod, hanem ha jártál Jézusnál, hogy földi dolgaidat rendezze, terheidet rendezze, akkor járj Jézusnál, hogy a szívedet is rendezze, a hála is felfakadjon, hogy szeretlek, Uram, és akkor jöhet az advent vége, akkor visszajöhet majd Jézus mert tudod, hogy te ebbe a világba nem egészséggel, hanem azt, hogy az jelenti, hittel forgolódsz. A tizedik leprás, aki megtisztult, az hittel forgolódott a világba. A másik kilenc egészséggel. Mindeket, mindet kiküldte Jézus, vagy mind Jézus kiküldöttje volt, csak az egyik egyszer volt kiküldve, a másik kétszer. Nem maradjon el ez a második út. Énekeljünk. Amen. thank you. Jézus, hadd magasztaljunk téged, aki a leprások kiáltására is kész vagy megállni. Hadd azért, hogy így jöttél ebbe a föld életbe, hogy a mi lepránkat, ami bűneinket, bűnterhünket magadra vedd, és a fára vidd azt. És szeretnénk áldani, mert a hálával telt szívek számára te megtalálható és elérhető vagy, és fogadsz, nem csak a nyomorúsággal, a szív hálájával is. Szeretnénk, hogy munkálkodnál a mi szívünkbe, hogy ez a szív kívánná, hogy hálával keressen téged. És meg lenne ez a nagy különbség, amikor nem az a megváltozott vagyunk, aki szabadságát önmagára költi, hanem az a megváltott, aki a szabadságát az oltárra teszi, és rendelkezhetsz vele. Uram, annyira megmutatkozik ez, hogy a mi szabadságunkkal te rendelkezel vagy mi, és akármilyen homályos ez a tükör, mégis látnunk kell, hogy távolodunk tőled, vagy együtt haladunk veled. Boldogok azok, akik nem csak egészséggel, hanem hittel vándorolhatnak, és várhatnak téged advent királyát. Ez az öröm had legyen szívünkbe, és ezért a dicsőítés az ajkunkon. Áldunk, hogy begyűjtöttél színed elé, áldunk, hogy ébresztesz, és áldunk, hogy bűneinket nem püfölni kell, s újra ránk nehezednek, hanem a halálba vitted azokat Úr Jézus, és lehetnek örökre szabadok. Ezzel a szabad élettel segíts vándorolni a érkezés adventjébe. Amen. Foglőke helyünket, testvérek, énekeljük, záró énekünket. Ó, hogy szeresselek, hűn is igazán! Hozó testvérek, Istennek népe, keresétek az Urat, amíg megtalálható. Hívjátok segítségül, ami közel van. Hagyjátok el a bűnútját, és térjünk vissza őhozzá. Amen. Isten velünk, áldás békesség.